Sziasztok, Balázs vagyok. Ismételten folytatom a Subnautica végigjátszásomat, és amikor ezt felveszem, akkor túllépte a 100 feliratkozót a csatornám. Mindjárt csekkolom is, hogy pontosan mennyivel lépte túl. Azt hiszem egyel. 101, igen. Ez egy mérföldkő igazából a eddigi életében a csatornának és az itteni munkásságomban. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt a bizalmával, és hát bízom benne, hogy még ezt egy jó darabig így tudom folytatni, és hasonlók. Na, nézzük, hol tartok. Tartok, hogy el akarok menni az Aurórába. Szerintem minden zsír, úgyhogy mehetek is. Egy év alatt jött össze a 100, ez... Beszéltem róla, hogy ez nevezhetjük nagyon kevésnek, vagy ki tudja, nem tudom pontosan más videósok ezzel hogy vannak. De nevezhetjük akár az én teljesítményemhez képest egy jelzőnek, vagy egy értéknek, hogy ennyit tud a jelenlegi körülmények és állapotok között. Ezt úgy kell érteni, hogy beszéltem róla korábban, most nagyon sok csatorna van, nagyon nehéz ajánlóval előrébb kerülni a videók közt, hogy tényleg jobban észrevegyék az embernek a dolgait. Néztem egy érdekességképpen, aki nekem egy ilyen etalonnak számít régóta a tartalomkészítésben YouTube-on, az Jonti Gaming, és az ő első 100 feliratkozója az egy hónap alatt jött össze, 2013 körül. Ez is azt mutatja, hát két dolgot mutat, egyrészt nem vagyunk egyformák, én nem tudom, nem is akarom őt másolni, és azóta már ő is nyilván sokat fejlődött, és a környezet is, amiben dolgozunk, vagy éppen hát videót felveszünk, vagy tartalmat készítünk. Szóval, igen, akkor még nem volt akkora dömping sem, és ő is másként dolgozik, mint én. Lehet, hogy neki mondjuk jobbak a képességei erre, vagy a... csak mi van itt? Vagy jobban testhez álló neki az, hogy videót vesz fel, ő mondjuk élőzik is, streamel is. Tehát jobban nyitottabb nálam például, ha most hozzá szeretném hasonlítani magamat. De mondom még egyszer, ez... nem vagyunk egyformák, úgyhogy ez nem egy túl releváns összehasonlítás, és nem is szándékom ezt megtenni így nagyon, mert amit korábban említettem, szerintem legjobb, ha mindenki először önmagához hasonlítja a dolgait, hogy mit fejlődött és mit sikerült elérnie. Oké, megvan ez is. Megvan? Jó. Itt mi van? Az egy sikló töredék, nem baj. Nem veszek fel túl sok ilyen extra cuccot, alapanyagokat, mert az Aurórán is találok egy halom mindenfélét, elemeket, meg kaját, vizet, egy lámpát, meg még fene tudja mit, nem is szoktam mindent elhozni, mert annyira mindent lehet ott találni. Úgyhogy jobb, ha nem teszem magam nagyon, elfelejtettem hozni megint a poroltót. Na nem baj, ott egy lesz elvileg, ha a felső bejáraton bemegyek. És hát ott fogok bemenni, akkor kizárásos alapon. Itt az Aurora melletti részen viszonylag sok doboz van, mögötte még több. És nézd csak, egy elem, az jó dolog. Sőt, van a... hát egy kicsit rendetlenül szétfésült korallzátony, amit az Aurora letarolt. Ehhez kapcsolódóan meg lehetne említeni azt is, hogy ugye az intrójában a játéknak a Degassi túlélőjének a bázisa valahol nagyjából Shrien szemben van az Aurórával, amikor lezuhan. Na most ezt a bázist nem találjuk meg később egy ilyen vörös üveg zónában, ahogy mondjuk ott az intróból lehetne sejteni. Erre mondjuk fogjuk rá azt, hogy az Aurora okozta a rombolás, ezt letarolta, de ez is kicsit olyan
olyan megmagyarázás inkább. Sajnos ez is egy olyan része a játéknak, ami kicsit úgy szerintem nem túl következetes, de hát annyi baj legyen most ezt az intrót, ezt a vége felé dobták össze, és valószínűleg nem gondolták így át az egészet. Most nagyon kísértés, hogy itt szedjem össze ezeket a motyókat, de inkább nem. Megyek és bemegyek a hajóba. Kell nekem onnan a csikóhal dokkolóból egy-két motyó. Mennyi fémhulladék van itt? Ha titán kell, akkor ide fogok jönni. Kukázni titánt. Jó dolgatok itt össze-vissza majd mindent. Lesz majd egy Reaper az eleje alatt. Úgyhogy nem célszerű ezt túl félváról venni. Ezért én a bejutást azt mindig itt szoktam megejteni, ezen a repedésen, akármilyen hajóval is vagyok. Talán a Kyklops ez nem biztos, hogy befér, de csikóval befér. És ha itt leparkolok, akkor nem lesz problémám. Nem szoktak bántani semmi. De azért javítok rajta egyet a biztonság kedvéért. Egy kicsit le van szegény harcolva. Na jó, akkor beteszem ezt, a vonóágyút, és elmegyek a felső bejárathoz. Ugye a videó felvevéssel kapcsolatos feletanulás fejlődésnek mondjuk a gondolatmenetét akarom folytatni, akkor jól mond végig, aztán folytatom. Jó, köszi. Szóval... eleinte az ember, amikor fel akar valamit venni, akkor végig gondolja, hogy most mit is mondjak, leírjam-e, vagy fejből mondjam. És ez egy olyan kérdés, amit ugye kipróbálhatunk így is, úgy is. Aztán vagy jó lesz, vagy nem. Na, most a bemutatkozó videómnak a példájából kiindulva ezt soha többé nem próbáltam meg még egyszer, hogy leírok valamit és rábeszélem a videóra, mert gyakorlatilag amit egyszer elmondtam tök jól, fejből. Jól van, téged inkább katapultálok innen, viszlát. Azt utána egy picit javítva leírtam, és megpróbáltam még egyszer elmondani. Na, ennek az lett az eredménye, hogy mindig valamit elrontottam, vagy nem tetszett, nagyon ilyen erőltetettnek tűnt. Vagy felolvasónak inkább. És ezt utána inkább skippeltem. Soha többet nem csináltam. Most arra tértem át jelenleg, hogy ilyen kis papírcetlire ráírtam magamnak egy-két címszót, hogy mondjuk az előző videóban levő kis zavaromat, amikor így sok mindenre kell figyelni, ellensúlyozzam azzal, hogy néha rápillantok a papírra, és látom, hogy hol tartok, vagy miről szeretnék mondjuk úgy agyalni itt a videó során, akkor rápillantok, látom a címszavakat, és az úgy elég visszarázulni, azt hiszem. Azért nem árt, ha óvatos leszek, mert tűzbe is meg lehet halni. Egyszer sikeresen meghaltam a tűzbe, úgyhogy hát nem tudom, hogy belelaggoltam, vagy a fene tudja, így mentem, és egyszer csak így belecsúsztam a tűzbe, már megakadtam. Oké, itt van egy PDA, kódok és nyomok. Jó, ez a raktérkód, az kell. Egy kis póster. Azt is viszem. Egyszer eloltottam minden tüzet, és azt hiszem valahol találtam még elemet. Így a tűzbe. Vagy még PDA-t, nem is tudom, és akkor így örültem magamnak, de azóta nem foglalkozok ezzel. Na, itt kell nekünk mindenképpen egy kis mozgatás. Meg ha ki akarunk jutni majd az alsó bejáraton, ott szintén kell.
közben rápillantok az időre, mert majd lesz egy kis feladatom. Na nézzük, 14:54. Oké. Na akkor az itt található loot sem mindig ugyanaz, én úgy vettem észre. A ládában valamikor többet, valamikor kevesebbet találok, vagy csak nekem tűnik úgy, de ezt majd lehet, hogy a kommentekből felvilágosítotok, hogy ti hogy tapasztaltátok eddig. HPDA. Wasser. Itt is egy doboz. Ezeket a dobozokat szét lehet valamennyire pakolni a vonóágyúval, de azt nem tudom, hogy érdemes, azt hiszem nem. Nincsenek olyan eszeveszett nagy szíkretek. Igen, én megtelik az inventorium a vízzel, meg a kajával, csak máskor nem lenne meglepő mondjuk. Na nézzük csak, legalább elemen van egy csomó már. Vérszívó fenevad. Kaja. Oké, erre kell menjek. Itt egy javítóeszköz. Na, megint. Takarodjál innen. Ez még? Remélem nem. Ez mi ez? De behackelem magam. És kell nekem minden egy PDA. Ami inkább csak háttérinfónak érdekes. Csikóval töredék már nem kell. És itt van a modul. Mélységmodul, az kell nekem. Jó. Ezt nem szkennelem be, mert itt ám ez nem kell. És még, ha jól rémlik, még egy modult fog találni ezen a hajón, ami lehet, hogy lépegetőhöz tartozik, most nem emlékszem. Na itt a vízből kifele jövet beleszaladtam egyszer a tűzbe. Úgyhogy erre vigyázni kell. Eloltottam mindent. Jó, na akkor itt javítok. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Containment bridge repair. Ahhoz képest nem fáj. Na nézzük, Kyklops motor hatékonyság modul. Akkor lehet, hogy három modul találok itt, mert úgy emlékszem a lépegetős hangárban is találok majd valamit. Containment bridge prepared. És megjavítok mindent, megmentem az ökoszisztémát a sugárzástól. És már megint meg akar lenni egy ilyen vérszívó. Visszakanyarodva a kezdő videós kalandjaimra, az első időkben nyilván mindenki gondolkodik, hogy hogyan lehetne mondjuk reklámozni magát, népszerűsíteni, nézőket találni, eljutni hozzájuk, feliratkozókat így bővíteni, stb., hogy beinduljon azért előbb-utóbb, és legyen egy kis esélyünk mondjuk az ajánlóban is megjelenni a YouTube szóval a YouTube-nak a rendszerében, amikor kiajánlja a videónkat, vagyis esetleg a Google keresőben. És azt tapasztaltam, hogy valaki azzal próbálkozik, nem valami nagyon sokan igazából, hogy vannak ilyen Facebook csoportok, ahol nézőket, nézést vagy feliratkozást lehet cserélgetni egymással, és akkor ott egy szépen feliratkoznak egymásra az emberek, több akonttal is, és akkor így lesz a velem egy időben kezdett csatornából fél év alatt 2000 feliratkozó, és ha megnézem a videóit, akkor még most egy év múlva is ilyen
20-30 megtekintés van átlagosan a videói alatt, szóval ez azért elmond valamit. Vagy a másik példa, amikor valaki nem tudom hogyan veszi a feliratkozókat, és nincs gyakorlatilag megtekintése a csatornán, meg nézője. Csak a feliratkozó száma látszik, hogy ott van valami. Vannak ilyen érdekességek, meg furcsaságok. Én ebből igyekeztem teljesen kimaradni, és nem azért dolgozni, hogy csak az a számok ott növekedjenek. Oké, ezzel megvannék. Hanem azért, hogy a közösség, aki esetleg felépül azzal, hogy követi az én videóimat, vagyis hát ti a nézők, azokkal interakcióba tudjak lépni, és legyen visszajelzés a munkásságomra, amit ha jó, akkor értékelhető, vagy építő kritikával jellemezhető, ha meg nagyon rossz, akkor meg nyilván még annyi azzal sem, de így az eddigi tapasztalataim alapján annyira nem vészes a helyzet, hogy el kéne tiltanom magam ettől a pályától. Vagy a másik fele a kezdő videósoknak az, hogy elkezdi a maga kis dolgát csinálni, és akkor úgy szép lassan növöget, vagy nem növöget, megunja, abba hagyja, feladja, vagy esetleg élőzik, és ilyen pár embernek kezd el élőzni, és elég sokáig csinálja ezt, így hasonlóan ugyanazért, mert nagy a dömping. Szóval így nem egyszerű a kortársak élete, azt kell mondjam. Régebben, most mondanám azt, hogy régebben minden jobb volt, az sem biztos, hogy igaz, bár előre a régebbi videósok tudnak jókat mondani időnként. Szóval régebben nyilván kevesebb volt a youtuber, kevesebb volt a videó, a magyar videó, főleg szintén, külföldi is. Úgyhogy amikor berobbant a YouTube, kezdett berobbanni itthon is a nézőknek a figyelmébe. Azóta, hát ezt megeszem majd, hogy ne foglalja itt a helyemet. Előbb-utóbb. Szóval akik akkor kezdték, azok biztosan érzik ennek az előnyeit, hogy így könnyebb volt elindulni talán. Néha lehet erről jó infókat hallani Csontiék podcastjében, vagy akár a VR-nál. De amúgy van még más videós is, aki foglalkozik ilyesmivel, hogy milyen a kezdő videósoknak az élete, vagy a lehetőségei. Érdemes körülnézni, hogyha ez érdekel valakit. Itt is behackelem magam, és mindent is beszkennelek, ami érdekes lehet. Tehát jó, meg van csinálva ez a terem, csak az a baj, hogy oda hiába megyünk föl, nincs ott semmi. Na amúgy poén lenne, hogyha ott lenne valami átdugott dolog. De nincs, sajnos. Na jó, akkor itt elkezdem beszkennelni a motyókat. És majd egy ponton el kell oltanom a tüzet, hogy legyen még egy modulom, azt hiszem. Valahol, talán a másik felén. Még is próbálom nem megölni magam. Ott van, igen, ott lók ki a modul, azért el kell jussak. Igen, tárul a modul, ez használható a csikóhalhoz, úgyhogy ez tök jó. Na, még van itt lépegető, amit kéne vigyek. Akarom mondani, szkenneljek. Nem tudom, mennyi hiányzik még hozzá. Még egy darabot kell szkenneljek. Itt ami ló, azt leszkennelem. Na, így is megy. Oké, nem kell fölmásznom. Na, lépegető megvan. És elmegyek arra befele. És akkor utána arra megyek ki, majd itt leúszok a mélybe, és átkommandózok a csatornába. Arrafele.
Itt is tűz van, bár itt azt hiszem, hogy ilyen eszeveszett fontos dolgokat nem fog találni. Van itt PDA, uroltó. Kajavíz. Ott is van talán egy PDA valahol, de nem vagyok benne biztos. Itt van a spice, itt is van egy halom kaja. Egyet elrakok, mert úgyis majd meg fogom menni. A vizeket hagyom most egyelőre. Lesz itt majd olyan kabin, amiben be tudunk menni kóddal. És egy másik kabin, a kapitány kabinja, amiben még nem tudunk, ha csak nem nézünk utána a kódnak, hogy pontosan mi az, mert nem most kapjuk meg. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? Well, no, I would like to reduce our contact hours. Most nem hiszem, ezt magammal szerintem. To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? Hát a kabin. It's a relationship of a kind. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps you're jealous of me. You need to take a look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Oda nem lehet elmenni. Egészségügyi csomagra nincs hely. Booster, hagyom. Elemet elviszem. Az azért nem árt, ha van minél több, mert a gomborom is lehet majd cellákat készíteni, ami kelleni fog. Erre, arra. Na most átmegyek a másik szárnyba is. Booster, nem viszek. Pószterek tömkelege van itt, meg víz, meg minden. Úgyhogy ha majd visszajövök a kapitány kabinjának a kódjával ide, akkor majd ezeket összeszedem én. Most nem foglalkozok vele igazából. Ezt eloltam. Meg később kelljen vele foglalkozni. Ide bemetnék akár, ha most utána néznék a jelszónak, de nem nézek utána. Majd ha megkapom a üzenetbe, akkor bemegyek. Na itt... Jó. Megvan-e nekem... kellemes ajánlat? 1869. Hát, ez kiismerült. De most annyi elemem van, mint szaron a légy, már bocsánat. Haspók plusz figura. Hát vegye fene, azt is elviszem, a borúcsinsok. Meg egy például. És sapka, nem kell. Hát jó. Ebben nem tudunk szelfizni úgysem, mint a második részben. Ja, itt meg is volnék. Megyek kifele, és akkor még ott lesz egy-két érdekes dolog, és akkor az alsó kijáraton meg elhagyom a hajót. És amúgy is lassan itt az ideje, hogy befejezzem ezt a videót, mert el kell mennem az óvodába. Elhozni a lurkót. Hát egy lámpa, de azt most nem viszem, mert tele vagyok. Itt föl. És akkor itt megtalálom ezt. Adott terminál, Aurora fekete doboza. És akkor erre tudok megint haladni. Négyes. Oké.
Oké. Oda majd azt hiszem, hogy tudok kommandózni. Ezzel a PDA-val. 64-83. Azt nem tudom beszkenálni, ugye? 64-83. Eppá. Hát a fele vigyel. 68. Thank you. Gyorsan még levegőért, mielőtt még itt ráfázok. Annyi elég lesz ide. Na itt egy csomó ilyen felvehető cucc van, ami nem jó semmire. Egy PDA kis háttérinfónak az Aurora-ra is küldetéséről, és akkor itt van a taszító ágyúnak a receptje. Jó. Your technology blueprints have been updated. Nagyon jó. És... hol a késő? Itt van, amennyire átrendeződött az eszköztáram valamiért. Jó, akkor ezen túl már nem is kell többet oltanom. Asszony. Jó, akkor én ezt el is dobom. Visszateszem a lámpát a beszlotba. És kelleni fog a taszító ágyú. Vissza a kis csikóhoz is a irányhaza. Beleteszem a modulokat, amit találtam. És akkor lehet, hogy hazafelé meg összetok szedni egy pár motyót, hogy is fog kelleni egy csomó cucc. Ezt, meg ezt. Tuti. És akkor most már van tárolóm hozzá. Beleteszem a motyót, amit összekukáztam közben. Részét. És akkor pár ezt magasztam, azt fölveszek, ilyen titánokat, meg ilyeneket. És akkor innen fogom folytatni. Köszönöm a figyelmet. Ez a Reaper, ez nagyon ott van a piszok. Vigyázzál magadra, meg kapsz egy építőeszközt az arcodba. És akkor elrepülsz. Na, szóval köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, esetleg dobjatok egy hozzászólást, vagy lájkot. Annyi doboz van itt, azt a mindenit. És a következő videóban találkozunk. Sziasztok!